amíg az uniós tagállamok többségében romlott a 2010-2017-es időszakban a 18 és 24 év közöttiek foglalkoztatási szintje, addig Magyarországon következett be a harmadik leggyorsabb ütemű növekedés. Ez azért is jelentős lépés, mert 2010-ben még sereghajtó volt az unióban hazánk a fiatalok foglalkoztatási arányát tekintve. Az azóta eltelt időben azonban felére csökkent a 25 éven aluliak munkanélküliségi rátája, a foglalkoztatottságuk pedig a 30%-hoz közelít. A számottevő javulásban nagy szerepe van az ifjúsági garancia rendszernek, mely azt a célt tűzte ki, hogy a 25 éven aluliak ne a közfoglalkoztatásban, hanem az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedjenek el. A garancia rendszerbe tavaly országosan már több mint 100 ezer fiatalt vontak be, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2015 óta pedig már több mint 28 ezeren regisztráltak a programba. Most a megszólítások alatt tartunk, hogy már a 4 hónapon túli 25 év alattiakat szólítjuk meg, és hát a jövőben pedig minden 25 év alatti a célcsoportunk lesz. Jelen pillanatban a 31.750 fő regisztráltárások közül olyan 6.600 fő, aki 25 év alatti, ez folyamatosan csökken az elmúlt évek viszonylatában. Az ifjúsági garancia rendszerben a 25 éven aluliaknak lehetősége nyílik egy gyakornoki programba is bekapcsolódni. Ennek révén a fiatalok munkahelyi tapasztalatokat szerezhetnek, ezzel az elhelyezkedési esélyük is növekszik. A fiataloknak biztosít elhelyezkedési és betanulási lehetőséget gyakorlatilag bármilyen szakképzettséget igénylő munkakörbe, viszont akik pályázhatnak, azok a kis és közepes vállalkozások, ők azok, akik a gyakornok foglalkoztatására 9 hónapon át kapnak teljes bértámogatást, mellette eszközöket is beszerezhetnek, sőt mentor segítségét is igénybe vehetik ahhoz, hogy valóban segíteni tudják a fiatalnak a beilleszkedését a munkavilágában. A programhoz indulása óta országosan közel 1000, Nyíregyházán pedig eddig 63 vállalat csatlakozott már. A Szabolcsi megye székhelyen a Nyíregyházi Szakképzési Centrum 10 tagintézményének segítségével egy adatbázist is összeállított már a lehetséges gyakornokokról. Ezen kívül mintegy 1300 fiatalt tájékoztattak a program lehetőségeiről, akik közül eddig 95 főt vontak be gyakornokként. Az EMA azt gondolom, vannak népszerű és kevésbé népszerű szakmák. A vendéglátástól kezdve a faiparon át, a gépiparon át, az egészségügyön keresztül mindenhol vannak jelen gyakornokaink. A gyakornoki program a fiatalok tapasztalatszerzését szolgálja ugyan elsősorban, de további pozitív hatásai is lehetnek többek között a gazdaságra. Ha rajtuk segít, az jó a gazdaságnak, jó Nyíregyházának is, hiszen hála Istennek a nagyvállalkozások és a kisvállalkozások is nagyon sok munkahelyet teremtenek, és ők várják a gyakorlott kézzel szakembereket. És itt találkozik az egyének a karrierje, az egyének az előrelépése azzal a társadalmi elvárással, hogy megfelelő munkaerővel legyenek feltöltve az egyre növekvő nyíregyházi munkahelyek. És ezáltal tovább csökkenjen a munkanélküliség. A gyakornoki program 2020. március végéig tart.